Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Balogh Gyulát, a Bátszalók polgármesterét. Köszöntöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Köszöntöm én is mindenkit, köszöntöm a tévénézőket és a Karcag FM rádió hallgatóit is. Mindenkinek jó egészséget kívánok már előre! Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel számos ponton hozott intézkedést Magyarország kormánya. Hogyan értékeli polgármesterül, és a város lakói mennyire tartják ezeket be? Mit lehet erről elmondanunk? Igen, hát én úgy gondolom, hogy a kormány a lehető leghamarabb és legjobb módon bevezette ezeket az intézkedéseket. A Bátszalókat különösen érintette, hiszen mi készültünk egy nagyszabású rendezvényre március 11-én a Tiszatór Böllér Fesztiválra, ahol ugye 5-6 ezer ember látogató szokott megjelenni, és akkor már előtte még a héten került abba a fázisba a rendezvény, hogy mi magunk is azon gondolkodtunk, hogy megtartsuk vagy ne tartsuk, és kedden egy ilyen operatív ülésen már a 9-e, 8-e, 9-e táján mi úgy döntöttük, hogy nem tartjuk már meg ezt a rendezvényt, és utána egy nappal a kormány döntés az operatív törzs tanácsára ki is hirdette, hogy a nagyobb rendezvényeket nem szabad megtartani, úgymond. Úgyhogy szinte mi elébe mentünk ennek a döntésnek valójában, tehát reagáltunk rá elég gyorsan. Ezt el is fogadták, és hát utána napról napra úgy változott a helyzet, hogy különböző korlátozásokat kelljen bevezetni, és ez így történt a településen is, a tanácsoknak megfelelően, illetve a rendeleteknek megfelelően mi is bevezettünk minden olyan intézkedést, amelyet tanácsoltak nekünk. Van a településükön általános iskola, ott is elindult már a digitális oktatás. Milyen a visszajelzés, akár a pedagógusok, vagy a szülők részéről? Így van, a gyermekintézmények tekintetében természetesen biztosítjuk az étkeztetést. Tehát az iskola tanulói számára továbbra is biztosítva van egy vállalkozó által, és hát a kisebb gyermekintézmények, az óvoda és a bölcsöde tekintetében pedig a saját főzőkonyhánkkal biztosítjuk, tehát aki igényli, mindenkinek biztosítva van. A gyermekek, az általános iskolások nem járnak iskolába, digitális oktatás formájában zajlik a munka. Igazgatónővel is egyeztetve, beszélve, saját magam is, mint gyakorló apuka, úgy értékelem, hogy egész jól átálltak a gyerekek erre a formára, erre az oktatási formára, tehát viszonylag zökkenőmentesen működik. Új lehetőségek nyíltak meg a gyerekek előtt, vannak is, akik azért ennek látják a hasznait is, és hát a kollégáknak is ez egy új helyzet, ők is egyre jobban belejönnek. Kérik a gyerekektől a visszajelzéseket a pedagógusos kollégák, és így érzékelhető az, hogy ne legyenek túlterhelve, tehát egyszerre ne kapjanak annyi munkát a tanulók odahaza. Volt egy olyan pillanat, amikor soknak érezték, és utána ezen korrigáltak a kollégák, úgyhogy egész jól állják a sarat ebben a kialakult helyzetben. Mi a tapasztalat? Ugye az elmúlt napokban került bevezetésre a kijárási korlátozás. Egy adott időpontban tudnak a 65 év felettiek boltba menni, illetőleg az adott időponton túl a többi életkorú ember. Mennyire fegyelmezettek a tekintetben? A Bátszalók összességében én úgy gondolom, hogy a veszélyhelyzetet jól kezeli. Sikerült ideje korán, tehát minden héten kibocsátottunk egy-egy szórólapot, nem csak a digitális módon a különböző internetes felületeket használtuk értesítésre, hiszen sok idős olyan lakos van, akinek nincsen ilyen jellegű elérhetősége, ezért mi szórólapokkal is tájékoztattuk a
kedves lakosságot hetente egyel, hogy hogyan változik meg az orvosi rendelés, hogyan változott a gyógyszertári nyitvatartás, illetve hogy az étkeztetésük, az ő étkeztetésük is hogyan zajlik. 70 év fölött írja elő a rendelet ugye a kapcsolattartást a lakosokkal, az idős korosztállyal úgy, hogy az önkormányzat is segít a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában. Mi ezt levittük 60 évre, tehát 60 év fölöttiek közül, aki igényli, annak segítséget nyújtunk. A városüzemeltetési csoportunk fel van készülve, fényképes igazolvánnyal, kártyával igazolják magukat, és akik telefonon jelzik ezt az önkormányzat munkatársainak, mire van szükségük gyógyszerre, élelmiszerre, mi azokat kiszállítjuk. Az idős korosztálynak ugye van együttműködünk a református, abbászalóki református egyházközség tartja fönn nálunk a gondozási központot, üzemelteti, és velük szoros együttműködésben a bentlakásos idősek otthonát lezártuk, ahogy a rendelet ki is írta, szinte hermetikusan, és hát azok az idős személyek, akik pedig az ételt, ebédet elhordták, azoknak az önkormányzat átvállalta a kiszállítását, illetve a házi segítségnyújtásban lévőknek pedig maga az egyház a szokott formában biztosítja. Továbbra is van még kapacitásunk, mind a gyermekétkeztetésben, mind az idős korosztály ellátásában, tehát még tudjuk biztosítani a későbbi igények alapján is. De mindenkit arra kértünk ezekben a szórólapokban is, hogy ha teheti, inkább maradjon otthon, és a fiatalabb korosztály, a rokonok, barátok, ismerősök, szomszédok segítsenek inkább az időseknek az ellátásában. Én azt gondolom, ez nagyon jól működik, és az új szabályt is, hogy 9-től 12-ig az idősebb korosztály léphet be az élelmiszerüzletekbe, gyógyszertárba. Itt azt tapasztalom, hogy maguk a vállalkozók, szolgáltatók is biztonsági őrt, vagy hogy egy ilyen olyan szemét alkalmaznak, aki erre figyelmezteti a korosztályokat, és kellőképpen el vannak különítve térben és időben egymástól. Úgyhogy egészen jól zajlik. Most tervezi az önkormányzat, illetve nem tervezi, hanem beszerzés alatt van. Tartós élelmiszerekből csomagösszeállítás, amely gyakorlatilag olyan 900-950 háztartáshoz fog majd eljuttatni, fogunk az önkormányzat eljuttatni csomagokat, várhatóan a jövő héten, amivel talán enyhíthetjük azt a nyomást, ami most a családokra, idősebbekre jobban megterhelő lehet. Hó vége van, és amíg még nem érkeznek meg esetlegesen az új fizetések, segélyek, nyugdíjak, addig egy picit át tudják vészelni ezeket ezt a nehezebb időszakot. Egyébként a különböző közösségi szintereken fertőtlenítünk, minden nap motoros háti permetezővel zajlik a fertőtlenítés, tehát a posta környékén, orvosi rendelő, bank, boltok, gyógyszertár környékét, ezt minden nap hipós oldattal fertőtlenítjük, illetve hát az egészségügyi dolgozóinkat védjük kellőképpen, amit tudott az önkormányzat eddig védőruhát varratni, illetve átadni nekik fertőtlenítőszereket, azokat megtettük. A mai napon is kaptak védőruházatot, múlt héten is valamennyit, de még a továbbiakban is próbálunk nekik is biztosítani különböző olyan felszereléseket, amelyekkel a nagyobb megterhelést esetlegesen át tudják vészelni. Ilyenkor veszélyhelyzetben kiemelten fontos, hogy az a települések, ugye a térség országgyűlési képviselőivel, Efkovács Sándorral és a megyei közgyűlés elnökével, Hubai Imrével minél szorosabb kapcsolattartásban legyenek. Hogyan történik mindez, milyen fórumokon? Elsősorban e-mailben tartjuk a kapcsolatot, illetve telefonon. Szükség szerint természetesen, hát kér is, a megye is kér különböző adatokat, hogy hogyan tudjuk ellátni a védelmi feladatainkat. Ezek napi
rendszerességgel, vagy akár félnapi rendszerességgel is megjelennek. Egyéb esetben telefonon is beszélünk. Tegnapi nap folyamán is beszéltem képviselő úrral, hogy hogyan állunk, minden rendben van-e, úgyhogy abszolút napra kész a kapcsolat, teljes mértékben kiváló az együttműködés, és bízunk benne, hogy úrrá tudunk lenni minél hamarabb, fegyelmezetten ezen a helyzeten. Nem mehetünk amellett el, hogy ugye Abátszalók egy fő turisztikai célpont. Mi lesz a továbbiakban? Nyilván ez a krízishelyzet most érinti a Szabadstrandot. Tavaly indult el egy fejlesztés, egy hatalmas beruházás, amely az idei szezonban is folytatódott volna. Hogyan tovább? Igen, hát a legnagyobb kárt valószínűleg ezen a téren szenvedjük el, ami már most jelentkezik, hiszen már a programjaink, tehát rögtön a leges legelején is ezt érintette ugye a Nagy Böllér Fesztivállal kapcsolatosan, és innentől kezdve az összes program. Kültéren zajlanak még egyébként a fejlesztési munkák, tehát azok a projektek, pályázatok, amelyekben eddig benne voltunk, illetve a végén vagyunk ezeknek a projekteknek. Ezeket visszük még tovább kültéren, kevés létszámban a vállalkozók dolgoznak, illetve a saját embereink azért végzik az előkészületeket, készülünk a nyárra. Nem tudjuk, mikor lesz ennek a járványhelyzetnek vége, de tavaly is kivitelezésben voltunk, és az augusztusi hónapot sikerült megnyitni, ami nem volt annyira rossz, tehát ígéretes volt. Hát bízunk benne, hogy ha úgy alakul a helyzet, akkor már az idén is rendelkezésre fogunk állni, kiváló minőségben, végül is szabad téren vagyunk, nem biztos, hogy tömeges lesz a látogatóknak a létszáma, de kerékpározni, vízisportolni azért majd bízunk benne, hogy lehet. Fel vagyunk rá készülve, és hát folytatjuk továbbra is. Bizakodunk a jövőben, folytatjuk a fejlesztéseinket, tehát minden területen, az idegenforgalomban is. Polgármester úr, én megköszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is, és mindenkinek kitartást kívánok, és mindenki maradjon otthon, csökkentse a személyes kontaktusok számát, hiszen így fogunk tudni úrrá lenni ezen a helyzeten. Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!